Mivel a Moson-Magyaróvá szombaton kikapott a Dunói várostól, a Kisvárda és a Budaörs már biztos bennmaradóként lépett pályára vasárnap délután. Az első félidő hajrájáig a hazaiak vezettek, az utolsó percekben viszont fordítottak a vendégek, akik így egy gólos előnnyel vonulhattak pihenőre. A második játékrész derekán 3 góllal meglépett a Budaörs, de a Kisvárda gyorsan egyenlített, és a folytatásban ismét fejfej mellett haladtak a csapatok. A vége 26-26 lett, ami miatt egyik csapat sem szomorkodott, és a közönség is vastagsal búcsúztatta az újoncként bennmaradó Kisvárdát. A közösre igen erősen rányomta a bélyegét a tegnapi eredményén, úgy gondolom. Az egyik csapat se pörgött maximumon, ugye mutatja a technikai hibák száma is. Tulajdonképpen véget ért a bajnokság, még kulcsjátékosai nem igazán, bizonyos kulcsjátékosai nem igazán pörögtek fel erre a mérkőzésre. Én úgy gondolom, hogy mi örülhetünk az egy pontnak. A vendégek edzője egész éves szereplésük megkoronázásaként értékelte a Kisvárdán elért döntetlent. Az, amit a játékosai megcsináltak, nagyon sokszor erőn felül, alázattalával a játékhoz, egymáshoz és ez az egészhez. Én azt gondolom, hogy ez az egy pont, bár alapvetően valóban nem osztott szorzott, de azt gondolom, ez egy óriási jutalom nekik, mert mondom, tehát mérhetetlen alázattal dolgoztak egész évben, és én azt gondolom, hogy ez a mérkőzés hangulat, ez a, úgymond egy jó hangulatú örömjáték, küzdelemmel természetesen, ez azt gondolom megfejelte az egész szezonunkat, úgyhogy ezért ülök az egy pontnak. A bajnokságot a Győr nyert 51 ponttal megelőzve a 45 pontos Ferencvárost és a 39 pontos Érdet. A Kisvárda 16 ponttal a 11. helyen végzett. Az NB1-ből a Moson-Magyaróvár és a Kispest esett ki.